Újabb halálos áldozatai vannak az iszlám világban kitört megmozdulásoknak, amelyeket a Kaliforniában forgatott film váltott ki Mohamed próféta kigúnyolásával. A kabuli repülőtér közelében egy öngyilkos merénylő robbantott fel egy minibuszt, amelyen egy külföldi légitársaság alkalmazottai utaztak. A támadásban, amelyet a tálibok szerint bosszúból követtek el, 12 ember vesztette életét, köztük több külföldi. Most először női öngyilkos merénylő követett el támadást Kabulban. Egy tálibokhoz köthető csoport közölte, egy 22 éves nő vezetett neki egy 3 mázsa robbanószerrel megrakott gépkocsit egy külföldieket szállító kisbusznak. 12 ember halt meg a helyszínen, köztük egy légitársaság orosz és dél-afrikai alkalmazottai és afgán civilek. Az Egyesült Államokban készített iszlám ellenes amatőrfilm internetre feltett beharangozója miatt múlt héten kitört zavargások, ha kisebb intenzitással is, de folytatódnak a muzulmán világban. Hétfő este a Hezbollah felhívására több tízezer ember vonult utcára a libanoni fővárosban. Sajtóértesülések szerint a közeli amerikai nagykövetség munkatársai elkezdték megsemmisíteni a titkos anyagokat. A helyzet komolyságára jellemző, hogy kivételesen a nyilvánosság elé lépett a síta terrorszervezet vezetője Hassan Nasrallah is, miközben a résztvevők azt skandálták, hogy halál Amerikára. Az Egyesült Államoknak, amely csak ürügyként használja a szólás szabadságot, meg kell értenie, hogyha nyilvánosságra hozza a teljes filmet, annak rendkívül súlyos következményei lesznek világszerte, fenyegetett a Hezbollah vezér. Az Al-Qaida már konkrét célokról beszélt. A Nemzetközi Terrorhálózat észak-afrikai szárnya felszólította a muzulmánokat, hogy gyilkoljanak amerikai diplomatákat a térségben. A csoport Christopher Stevens Líbiába rendelt amerikai nagykövet múlt heti meggyilkolását ajándéknak nevezte, amit a muszlimok küldtek a washingtoni kormányzatnak. Közben ezek az internetre feltett amatőr felvételek, amelyek az Egyesült Államok Bengázi konzulátusának múlt keddi ostroma idején készültek, némileg árnyalják a nagykövet halálának körülményeit. Látszik ugyanis rajtuk, hogy a tüntetők behatolnak abba a védett szobába, ahol a nagykövet tartózkodott, és kihozzák a füstmérgezés miatt eszméletlen diplomatát. A nagykövetet kórházba vitték, ahol azonban már nem tudtak segíteni rajta. Amerikai kormányzati források szerint az Egyesült Államok kairói nagykövetségét elővigyázatosságra szólították fel a titkosszolgálatok, miután Egyiptomban másfél hete egy televíziós csatorna bemutatta az ominózus filmből készült klipet. A titkos távirat állítólag az erőszak várható elszabadulására figyelmeztette a kairói nagykövetséget, de más külképviselet, így a később megostromolt Bengázi sem kapott ilyen üzenetet.